Üdvözöljük Önöket otthonunkban! Sziasztok! Mivel tetszett a régebbi ételek készítése, örömmel elkészítjük a burgonyás sertésvonatot. Készítéséhez kell burgonya, sajszeletek, hagyma és fokhagyma, fehér hús, a hajban sült burgonya, a legolcsóbb, legegyszerűbb és legfinomabb vacsorák egyike, magában egy kis sajttal vagy sóval. De azon a délután egészen máshogy vert a szívem. A házagokban sajtszeleteket teszünk, akár fóliában, akár őt csak tepsiben megsütve és tökéletes étel. Belerakosgatjuk a sütőedénybe. Nem akarok többé mégsem várni, ledogod nem százszor, de úgy is látni, úgy fáj. Akartál tőlem, már úgy sem értem, szerettél, vagy mégsem, már meg sem kértem. Úgy fáj, úgy fáj még. A hagymát és a fokhagymát meghámozzuk, a hagymát elnegyedeljük. Lelkemben hurrikán magamat legyőzni kéne még. Nem baj, így van, lesz még jó nap, de valahogy ilyet nem éreztem még. Nem akarok többé mégsem várni, ledogodnám százszor, de úgy is látni, úgy fáj. Ha húst besózzuk, hosszában három azonos vastagságú csíkra vágjuk, úgyhogy az egyik végén egybe maradjon, és hármas fonással megfonjuk. A fonat végét hústűvel betűzzük. Úgy fáj még, lesz egy szép kis emlék, igazán vagy mindig ördög, hogy tehetnék bármit, érzem csak ennyi volt. Sütőedényben felforrósítjuk az olajat, mindkét oldalukon hirtelen megkapjuk benne a fonatokat, áttesszük egy sütőedénybe, melléjük dobjuk a hagymát és a fokhagymát, megfűszerezzük, tejfölt öntünk hozzá, a sütőben puhára pároljuk, 40-45 perc alatt, majd további 15-20 perc alatt pirosra sütjük. Melegen tálaljuk. Nekem tetszik. És neked? Nagyon finom. Szóval neked is tetszik. Kóstoljátok meg!